Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Ragoncs Erita vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Roma hagyományőrző napokat tartottak Bonyhádon. Tamási Bogrács mestere főzőverseny 23. alkalommal mérték össze gasztrótudásukat a résztvevők. Dombó Pál váránál folytatják a régészeti ásatásokat. Nem mindennapi szenvedélynek hódol a tolnai Balogh Dániel. Hagyományőrző napokat tartottak Bonyhádon, a Roma önkormányzat szervezésében megvalósult rendezvénysorozaton a látogatók megismerhették az autentikus roma táncokat, ételeket, a gyerekeket pedig ingyenes körhinta, ugrálóvár és hajfonás várta. Roma hagyományőrzésről szólt ez a nap Bonyhádon. A Várospiac terén megrendezett egésznapos programsorozaton több csoport és helyi tehetség is fellépett. A nap során nemzetük ételeit főzték a vendégeknek, a táncosok pedig az autentikus roma kultúra alapján adták elő táncaikat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon szeretem a cigánytáncot, mert már a több éve is ezt csinálom. Szeretem. A tánccsoport vezetője elmondta, nagyon fontos, hogy megőrizzék ezáltal a kultúrájukat, a gyerekek tovább vigyék a hagyományokat. Én lassan közel 2 évtizedet csinálom a roma népművészetet, és én örülök, hogy minden településen a romák a hagyománykultúrát bemutassák, hiszen lassan kihal a roma kultúra. Én szerveztem nagyon sok rendezvényeket, hiszen volt olyan, hogy négyszer is a településről, országosan, Bács-megyéről meghívtam a táncsoportokat, és a cigány és a magyar közösség összekovácsolása volt a létem, aminek örültem, hogy magyarok is eljöttek és felléptek neki. Sőt, még cigány-magyar énekes is eljött. A nemzeti kultúrát tovább kell íveltetni a gyerekek körében. Hetente tartunk szakért a Decsi faluházba, itt a táncsoport, az esélyegyenlőség és az összefogás erősítése, hogy a gyerekek ne kallódjanak el, hiszen nagyon sok mindent, sok élményt gyűjtöttem, vagy adtam a gyerekeknek téren, sőt Horvátországban is kaptunk fellépési lehetőséget, és ott hatalmas sikert értünk el. A Pécsi Balokán Ligeti Fesztiválon, nemzetközi fesztiválon első díjat nyertünk, legalább 15 fellépő volt. Úgyhogy a cigány hagyományt nem szabad abba hagyni. A mára már hagyománnyá vált frizura készítésnek is nagy sikere van mindig. A hagyományá vált, hogy a kisgyerekeinknek frizurát csináltatunk, ilyen kis újfajta frizurákat, 3 éves kortól egész 20 éves korig jönnek a lányok folyamatba, és ez egy kultúrá vált, hogy roma kisgyerekek így nézzenek ki. És mindenki készül, minden roma kisgyerek, hogy szépek legyenek. A bonyhádi roma önkormányzat költségvetése egy részét mindig a hagyományőrzésre fordítja, programokat szerveznek, hogy a roma értékeket bemutassák és rendszeresen gyakorolják. Nyertünk egy pályázatot a 400 ezer forint készpénzben, és ezt a mostani rendezvényünknek a lebonyolítására fordítjuk. A mai programunkon 3 táncsoport vesz részt, ők nemzetiségi roma táncokat, autentikus roma táncokat adnak elő, illetve 2 helyi tehetség is megmutatja a tehetségét. Ők is egy ilyen mai zenét fognak előadni. Ezen kívül pedig a már régi, sok-sok éve óta megszokott tanulmányi ösztöndíjunk kerül átadásra. Több éve a Bonyhádváros Roma Önkormányzata igazából hagyományá tette azt a fajta lehetőséget a gyerekeknek, hogy minden évben tanulmányi ösztöndíjt ír ki. A tanulmányi ösztöndíjunkra idén 37 nyertes pályázat érkezett, és a 37 nyertes pályázatot adunk át.
A gyermekek igazából három kategóriában tudtak jelentkezni. Volt a tanulmányi ösztöndíjaknak igazából a határokat úgy adtuk meg, hogy 3 egésztől adjuk tanulmányi átlagtól. Az első kategória 3 egésztől tart 3,5-ig, a következő kategória 3,5-től 4,5-ig, és a legjobb diákjaink 4,5 fölött teljesítenek. Szám szerint a legjobb tanulóink idén 8 főt takar. Volt olyan tanulónk, akik 5,5-szel zárta az idei évet. Úgyhogy szép tanulmányi évünket zártunk. De rajzpályázatot is kiírtak, aminek nyerteseit különböző díjakkal jutalmazták a rendezvény első napján. Akik pedig részt vettek ezeken a napokon, megcsodálhatták a már szinte kihalófélben lévő roma kultúra legjavát. Kellemes nyári délután finom ételek, jó társaság, baráti közösségek, rég nem látott ismerősök, színpadi műsor és jó hangulat. Többnyire így foglalható össze a 23. Tamási Bogrács mestere főzőverseny, ahol minden korosztály jól érezhette magát. Úgynevezett babos káposzta készült a Bográcsban. Tamásiban 23. alkalommal rendezték meg a Bogrács mestere főzőversenyt. A megmérettetésen többek között helyi civil szervezetek, munkahelyi csoportok és baráti társaságok indultak. 92-en fognak enni ebből. Ebben még babos káposzta lesz, ebben még jön a káposzta, meg hozzuk bele a babot. Úgyhogy ez ilyen, amikor ilyen puposan lesz, akkor lesz kész. A babos káposztát mi úgy készítjük, hogy van benne köröm, csülök, akkor combhús, ezt az egészet megfőzzük egy pörköltnek, azzal a különbséggel, hogy teszünk bele elég sok paradicsomot, meg paprikát, zöld paprikát is, egy kis erőset, aztán csomborral ízesítjük, meg tesszük bele a babajlevelet, ezt megfőzzük, rátesszük a savanyú káposztát, egy picit kimossuk, hogy ne legyen túl savanyú, majd megkóstoljuk, ha egy picit savanyú lenne, akkor egy kis cukrot is teszünk hozzá, és a végén meg beletesszük a megfőtt babot. Azért főzzük előre, hogy ne törjön össze, hanem szép egyben maradjon a bab benne. Amióta főznek Tamásiban, mi azóta minden évben főzünk, és mindig mi főzzük a legnagyobb kondérral. A legtöbbeket természetesen nem a trófea, inkább a jó hangulat és a közösségi élmény motivált. Cserászkát fogunk csinálni, szalonnát összevagdossuk, megpirítjuk, utána kiszedjük a pörcöt, és ebbe a zsírjába megfogjuk a lepencs tésztát, amit az este készítettem, pirítani, és akkor utána kerül bele burgonya, hát a slambucos hasonló. A Bogrács ételeket 3-tagú zsűri értékelte, akik nem csak az ízeket, hanem az előkészületet és a tálalást is pontozta. Hát én a hagyományos elkészítésnek vagyok a híve, semmi modern technológiát nem szeretek a pörköltekbe. Ugye alapvetően ez egy bográcsos ételnek lett kitalálva, ugye sertészsírral, olyan húsokkal, amik nem feltétlenül jellemzőek mostanában, a kicsit zsírosabb, ugye például a mangalica, a marhahúsnak a lábszárrész, amiben nagyon sok a kollagén. Igazából ez adja a marha, vagy pörköltnek a jellegét, a úgynevezett szaftját, a kollagén, és ezeket fogom majd keresni az ételekben. Ha nem tartjuk be az alapvető pörkölt készítési szabályokat, ugye túl sok lével engedjük fel, mert ugye nem levest főzünk, hanem pörköltet, tehát csak minimális folyadékkal szabad főzni, kivárunk mindenek az idejét, nem kapkodunk vele, lepirítjuk szakaszos párolásnál minden egyes alkalom, hogy megkapja a pörkölt jellegét a főztünk. A zsűribizottság elé kell vinni az ételt, ahol a tagokkal együtt értékelni fogjuk a tálalást is, mint olyat. Természetesen tudjuk, hogy nem profi szakácsokról van szó, ezt azért figyelembe vesszük, de azért most az internet világában már mindenki látott nagyon szép és jó tálalásokat, amit ugye azért illik átvinni már valamilyen szinten az ételekre. A programon a város polgármestere is kötényt húzott és fakanalat ragadott. Csülök körömpörköltet készítette a település első embere. Nem egészen hagyományos módon, de majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tavaly pacalt csináltam, és ez egy kicsit megosztó volt. A pacalt vagy valaki nagyon szereti, vagy egyáltalán nem. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy olyan ételt választok, amit szinte mindenki szeret. 6 kg körmöt sikerült beszereznem, és mellé egy olyan 2,5-3 kg csülök.
Egyelőre csak a köröm van benne, és akkor utána majd következik a csülök. Hivatalosan nevező vagyok, de szeretek főzni, de eddig még a dobogó közelében nem sikerült kerülnöm. A 23. alkalommal kerül megrendezésre. Mondhatjuk, hogy alulról jövő kezdeményezésként a város egyik híres szakácsa, mester szakácsa kezdeményezte, és utána a város fölvállalta, és megszakítás nélkül 23. alkalommal kerül el. Itt a városközpontnak, korábban a Kossuth téren, most itt a Turmezei téren, az árnyas fák alatt főznek baráti társaságok, munkahelyi közösségek, civil szervezetek. Nem a legnagyobb városi program, de én azt gondolom mindenképpen a leghangulatosabb, talán egy kicsit a legtamásibb, bár vannak, hála Istennek, környékbeli településekről is résztvevők, de nekem az egyik kedvenc program, lehet így fogalmazni, a tamási programok közül. A Tamási Bogrács Mestere versenyhez a hagyományokhoz híven egy közösségi kiállítás is kapcsolódott. Idén klasszikus fűszertartókból állították össze a szervezők azt a tárlatot, amely egyébként a programot követően is megtekinthető lesz egészen augusztus 20-áig a Művelődési Központ folyosó galériáján. Dombó Pálváránál folytatják a régészeti ásatásokat. Az időjárás kedvez, hiszen az ilyen munkákat csak száraz, meleg időben lehet elvégezni. A Dombói Vár feltárása közel 10 éve kezdődött. A feladatot az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet szakemberei végzik. Stábunkkal a helyszínen jártunk. Ezen a héten kezdődtek az idei ásatási munkák a Dombópál váránál, és egészen augusztus 18-áig tartanak. Az első feltárások 2014-ben indultak. A fő és egyben végső cél az itt álló vár alapjainak feltárása és rekonstrukciója. Ez a lelőhely az ismert volt már 19. században, és kisebb roncsolásmentes régészeti kutatások már zajlottak 20. század folyamán is, azonban a szisztematikus régészeti feltárása az 10 évvel ezelőtt kezdődött el. A várról nagyon kevés írott adatunk van. Ezeknek az összegyűjtéséből és elemzéséből az derült ki, hogy ez egy szabályos négyszög alaprajzú vár volt, ami feltehetően a 14. század legvégén vagy a 15. század elején épülhetett, és 150 évig a Dombai család birtokában volt. Majd a 16. század közepén török kézre került, és egészen az egész hódoltság korában az ő kezükön is volt, és a főúri rezidenciából egy török végvár lett. Bádoni Lajos Vilmosnak az 1686-os dél-dunántúli hadjárata során szabadult fel, majd utána Eszterházy család kezébe került, és ezt követően a bécsi haditanács 1702-ben leromboltatta, és 300 éve rom. Ezért a felszínen nagyon kevés épített maradvány található, tette hozzá Berta Adrián régész. Ezek kutatása csak régészeti módszerekkel lehetséges. Azt is megtudtuk, hogy jelenleg miután kutatnak. Részben geofizikai módszerekkel is kutatjuk, földradarral megpróbáljuk feltérképezni a föld alatt található falaknak a megmaradt alapozásait, és a hagyományos régészeti ásatás keretében pedig igyekszünk feltárni azokat a pontokat és részeket, amelyek régészeti szempontból érdekesnek tűnnek. Az elmúlt évek során részben a déli épületszájnak, illetve a keleti várfalnak a kutatására összpontosítottunk, valamint az északi épületszájnak néhány részletét tártuk fel eddig, és az idei évben pedig elsősorban az egykori kaputoronyra, a vár bejáratára összpontosítunk, továbbá az északi épületszárnyhoz csatlakozó úgynevezett keleti belső toronynak a feltárásra összpontosítunk. A radarképek alapján feltételezzük, hogy itt egy eltemetődött pince található, és ennek a részleteit szeretnénk megismerni. A régészeti ásatások során számos korabeli relikviák, emléktárgyak kerültek elő, ezek pedig hasznos információt jelentenek a régész számára. Az 1702-es rombolás után nagymértékű pusztulás keletkezett a területen, és ez nagy mennyiségű törmelék felhalmozódást is eredményezett a lelőhely területén, viszont alatta kis számban ugyan, de mind középkori, és valamennyivel nagyobb számban törökkori jelenségek, illetve rétegződések is vannak eltemetődve, és ezeknek a feltárásából és a belül került leletanyagból tudunk következtetni az itt élőknek a hétköznapjaira. Évről évre reménykeltő jeleket ad ez a vár magáról, fogalmazott Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd.
Nagyjából a várnak a régi körvonala már rendelkezésünkre áll. Ebből adódóan az idejében egy olyan pontot próbálnak feltárni a régészek, ami mögötten éppen ő látszik. Ott vélelmezhetően még 2,5 méter mélyen egy pince található, amelyet nyilván a végleges hasznosításnál kiállító térként szeretnénk használni. Dombavár tekintetében költségviselésként csak a szállás és az étkezés és jut a városra. Természetesen ennek az 5 hét alatt nagyon szívesen eleget teszünk, és minden évben pályázunk magába az 5 hétnek a működési költségeire, és az idejében is sikeresen pályáztunk. A polgármester bízik abban, hogy idén minden olyan lelet előkerül, amelyeket a tervezés során használni tudnak. Ebből adódóan egy helyi tervezőcsoport egy látványterv elkészítésére már meg is kapta megbízást, mely évvégére el is készül. Hiszen jövőre a fenntartható városfejlesztési stratégiánkban rendelkező forrás igénybevételével szeretnénk a vár felújítását megkezdeni, amely nyilván nem egy megalond mániából fakad, hanem szeretnénk, hogyha néhány év múlva ez egy látogatható turisztikai attrakció lenne, és a várfalat szeretnénk egy 80-100 cm magasba kihúzni, illetve a 2 tornyot összekötni egy sétánnyal, amiről le lehetne nézni, és meg lehetne nézni a régi várnak a vonalát. Az is nagyon fontos, hogy tavalyi év során sikerült a tulajdonjogokat rendeznünk, hiszen a várnak az egyik sarka az magánterületen volt, ezt a magánterületet az önkormányzat megvásárolta, és itt a területen található lakóépületszerű felépítmény is majd elbontásra kerüljön, vagy egy része, hiszen valószínű, hogy a várra sikerült ezt ráépíteni. A feltárást, a kutatómunkát az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet szakemberei végzik. Jelenleg a Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium diákjai önkéntesei segítenek a feltáró munkálatokban, mintegy 10. Nem mindennapi szenvedélynek hódol a Tolnai Balog Dániel. A fiatal férfi élhal a múlt század első feléből származó járművekért és motorokért, annyira, hogy mostanra komoly gyűjteményt tudhat magáénak, amit most meg is mutatott nekünk. Ennek megvan az összes papírja, a német eredeti forgalmia megvan, utána a német veterán forgalmia, mert ez 70-ben már ott veteránnak vették, ott nem kellett utána műszaki meg ilyesmi, akkor meg van egy könyv, amit írt az öreg, aki volt, mindenfélét leírt az autóról, és ez úgy került Magyarországra, hogy ez fönn van amúgy a YouTube-on, amikor megtalálják ilyen fiatal srácok, és akkor egy ilyen öregektől húzzák ki egy fészerből, de ők ilyen kereskedők, és akkor volt egy árverés, ott vette barátom, akkor a motorja széljel volt szedve, vagy ők szedték szét, ezt nem tudom, és akkor ő filmeztette ezt egy pár évig, és volt egy ilyen csereüzletünk valami, és akkor került ide ez az autó, akkor én megcsináltam a motorját, összeraktam, meg ilyesmi, ami széllyel volt, teljes üzemképes, ezzel most pénteken is fogunk menni ide az önkormányzathoz kiállítani. Egy 1935-ben már a nácikori Németországban gyártott Adler-típusú automatuzsálem az egyik büszkesége Balog Dániel gépparkjának. A fiatal tolnai gyűjtő ezt a kocsit eredeti papírokkal szerezte be, miután az első tulaja több mint 50 évig birtokolta. Lábbal kell indítani, ez lábpedállal indul. Ki persze, csak ez mindig becsukódik. Igen, ez lábpedállal indul, kormányváltós, ez érdekes módon 4 sebességes, mert ebből az időből majdnem minden 3 sebességes volt. A kisfiam szokott játszani benne. És ez mikor? Ez 35-ös. És ez a sportverzió, az még nagyon ritka, hogy egész más a hátulja. Lóerőben amúgy ugyanaz, csak más a fülkének a hátulja. Ez egy Ambibut karosszéria, mert az Adlerhoz 3 helyen gyártotta a karosszériát, ezt az Ambibut cég csinálta. Dani minden gyűjt, amit motorhajt, legyen az 4 vagy 2 kerekű. A gyakran roncsként papírvékonyságúra rohadt kasznikat maga újítja fel, de ugyanígy tesz a teljes futóművel, váltóval és motorral is. Ezt leginkább versenyzésre használták, mert nagyon megelőzte a korát, ennél már egybe van a motor, meg a váltó nem külön van. 400 köbcentis és 16 lóerő körül van, ez kegyetlenül megy ez a motor, és 4 ütemű. Ez a luxus kivitel amúgy vászszám alapján, meg kintről lekértük az adatokat, ebből elvileg a 400-ból 800 darab készült, és abból most 3 vagy 400 volt a luxus, és ez azok közül az egyik. Ez nagyon komoly. Ez egy ilyen kikönyörgött motor, nem akarok nevet mondani, de az országban egyik barátomnak van a legnagyobb motorkerékpár gyűjteménye, és ő neki ez már nem volt izgalmas, és nagyon régóta szerettem volna 4 ütemű motort, csak a pénz úgy nem nagyon jött össze, és egyszer nem voltunk nála,
más ügyből, és azt mondja, Danika, vidd el a zsilettet, és akkor mondott rá egy olyan árat, hogy az nekem jó legyen, úgyhogy igazából félig ajándék volt. És akkor ez meg lett csinálva, mert ez nagyon gatya volt, meg össze is volt törve az eleje, de jó lett a motor, ez 8 éve volt, vagy 9 éve szoktunk vele motorozni. Itt van a Triumph, ez a, hát úgy a kedvencünk, hogy barátnémet tudom vinni vele, úgyhogy ez nagyon tetszik mindenkinek. Meg ez kétütemű, tök jó lehet vele motorozni, meg furcsa, hogy baloldalt van a fék, de meg lehet szokni. És ez német Triumph, ez nem angol, hanem ezt a németek Nürnbergbe gyártották. És ez még érdekes, mert ez Pesten be volt falazva egy padláson amúgy. Ez a motorkerékpár, igen, ezt úgy találtak meg, és aki elrakta oda, azt tudta, hogy sokáig ott lesz, mert ki volt takarítva a tank is, karburátor is, meg le volt zsírozva a gyújtás. Úgyhogy ez így néz ki, de ezen világítástól elkezdve minden működik. Barátom festette le tavaly előtt nyáron, én kilakatoltam, ki lett a faváz mindenhol pótolva, akkor az alja az teljesen újra lett építve. Igazából minden meg lett rajta csinálva, az összes csapágyúj, a függő csapszegek, a fékpofák, a mindenféle. Érdekes, mert elő egyáltalán nincsen fék rajta, ezen csak hátul van fék, meg a hátsó két dob az a kézifék és a kardánfék, a lábfék. Meg az az érdekes, hogy középen van a gázpedál, kicsit fura vele menni. A gumit szerencsére nem kellett venni, mert ennek 170 valahány ezer darabja, a Michelin gyártja. Mert az ötödik gumis volt, aki lemerte venni a felnyírő, mert senki nem mert hozzányúlni, mert olyan fajta a felni, hogy nem olyan, mint a modernek, nem lehet benyomni, hogy kisebb legyen, hanem csak egy ilyen kis luk van, ahol ki kell piszkálni, és mindenki félt, hogy elszakítja, mert ugye mondtam, hogy úgy kéne dolgozzunk, hogy nem szeretnék venni rá másik gumit. Hála Isten, ezekkel a gumikkal jött, és jó. A belsőre viszont arra 2 hónapot vártunk körülbelül, valami cross motor élet jó bele, de már a 8. lett talán be próbálva, azt meg Szexárdon csinálták. Amint a képeken látszik, Dani nem csak a régi járművekért rajong, mindent imád, amiben motor van. Ez a régi, egykor fagőzzel hajtott hatalmas erőgép például egykoron egymaga működtetett egy egész malmot. Erre elment 30 nap, hogy készen volt, és nem indult el, és nem jöttünk rá, hogy miért nem indul el. Kellett egy 30 nap. Barátom átjött Bajáról, ő is nagyon képben van, mi egy páran vagyunk az országban, akik talán itt többet csinálunk, és akkor elindult hazafelé, az M9-esnél volt, amikor beugrott, hogy mi lehet a baj, és akkor már hívtam, már el is indult a motor. Tűvöltöttem csajomnak, gyere, mondom, megy a motor, mondom, benn mosogatott, és lett is egy videó, csak nem látszik semmi, mert hatalmas füst volt, de akkor indult el először. Mert ezek alacsony feszültségű gyújtások, ez csak 4 voltot csinál, és ennél még van egy megszakító hengerfejbe, ami hogyha ez itt elfordul, ez egy ívet húz közte, és ezt is nagyon komoly beállítani, hogy erre szokott talán a legtöbb idő elmenni. Mennyi munkaóra volt ez? Hogy kell ezt elképzelni? Hát olyan 6 hónap, hétvégén úgy telibe, hétköznap meg ilyen napi 4 órával körülbelül. Meg olyan 20-szó Pestre menni, meg az éjjenek, meg... Hát Pestre 20-szó mentünk körülbelül, mert volt egy fogaskerék, amit még az előző tulaj előtt valaki lelopott róla, és az egy nagyon extrém fogaskerék, és nem tudták sehol legyártani. És akkor azt mi előesztergáltuk, és Pesten csak fogaszták, csak nagyon sokszor föl kellett menni, mert nem akart összeérni a dolog, meg még a dugattyú gyűrű, ami nagyon extrás, mert ezen ilyen hatalmas, ilyet nem lehet vásárolni, ezt mi szoktuk legyártani. Azt titok, hogy miből. Én 10-11 évesen akkor már gyűjtögettem, amit lehetett, és akkor 13 éves, 14 éves koromban akkor már volt 7-8 motorkerékpárom, akkor azokat csinálgattuk. Akkor 14 éves volt, amikor volt egy ilyen kiállítás tornán, ott már volt 6 vagy 7 motorom, amit én csináltam meg. És akkor volt egy szünet, mert ugye kellett műhelyt csinálni, arra elment egy 10 évem körülbelül, és akkor ami maradt az előtről, mert sok minden azért megmaradt, meg utána azért elkezdtek jönni, meg hála Istennek, hogy így fiatal vagyok, nagyon ebbe a körbe, vagy avval szerintem 70 fölötti, így csíptek engem, hogy el tudom ezeket indítani, és sokszor előnyt élveztünk a megvásárlásra. Meg van egy ilyen benzinlámpa gyűjteményem, egy 100 darab van körülbelül 2 szekrényben,
ezt motorokat is melegítettek vele, meg forrasztásra is használták. De nagyon régi ilyen izzócsöves motorokat, meg izzófejes dízeleket melegítettek a nagyobb méretűekkel. Ezt föl kell tölteni benzinnel, begyújtani a tetejét, és hogyha eléri az üzemi hőfokot, föl kell pumpálni, akkor egy szúrólángot ad. Ez ilyen, szerintem 1000 fok fölött tud dolgozni, mert a Hofer az 800 foktól indul, és a nagyokkal szoktuk a Hofert melegíteni. Mindig régi gyertyával megyünk. Szerencsére nem, egyáltalán nem vagyunk fogytálni gyertyaterébe. Van olyan motor, hogy tizediket rakjuk be, mert az lesz a jó, mert csak annyi baj van, de azután az jó lesz. Hát ilyenne baj nem szokott lenni. Dani garázsában, ami fölött a lakásukat is kialakította, mostanra több mint 50 motor és jármű található. Ezek nagy részét saját kezével újította fel. De például ez is nagyon vagány, ez egy francia motor, vagy 11 vagy 12-ből, most ezt így nem tudom fejből. Ez meg szinte új állapotban megmaradt, mert láttam belülről, semmi kopás nincsen rajta, semmi extra, és ezt a fajtát, amin ez a kezdetleges karburátor van, nem is tudunk még egy ilyenről, hogy nem nagyon találkoztunk vele. De a francia motorokat valami sokan nem szeretik, biztos azért, mert nincsen nekik, és akkor le tudják szólni, hogy nem német. Én nagyon szeretem a franciát. Nem mostaniban, hanem régiben, mert nagyon komoly újítások voltak, meg nagyon extrém ötletek. Nekem ez nagyon tetszik. Az is egy francia motor, ez a Bernard, ez 11-ből való motor. Ezen is annyira komoly hűtő van részből, itt kell vízzel föltölteni, keringeti, ott van hűtőventilátor, hogy mi nálunk itt nem nagyon volt ilyen gyártva, itt ment a spórolás, és csak öntvényvas volt a franciában, nagyon sok a réz alkatrész, hogy szépek legyenek. Kulturális magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!